Sziasztok, következő unboxing videónk egy Vox R9044-es kültéri kamera lesz. Hát ez a doboza így néz ki, ezt az Alzán vettem, 20 000 forint volt körülbelül. Nézzük a dobozát, vízálló IP65-ös, Full HD, mozgásérzékelős, éjszaka is lehet vele videót felvenni, két utas audio, tehát lehet rajta beszélni, és nézzük tovább a dobozát. Hát itt ez egy vízzáró. Google-lel együttműködik, de ami Nest Hub-bal, ez nem tudom mi. Itt pedig, ja, itt pedig a paraméter terei láthatók, 104 szögbe vesz fel, 10 méter hatótávolságú, több mint 10 méter. Hát itt vannak a különböző, ja, 128 megás vagy gigás microSD-t támogat, de nem jár hozzá. Na mindegy, akit jobban érdekel, az itt megállítja, és akkor meg tudja nézni, itt van a mérete is. Na de hát nézzük meg. Bontsuk ki, megállítom, mert itt le van ragasztva. Na szóval kinyitettem a dobozt, és akkor ezt tárol elénk. Itt van maga a kamera. De nem tudom kivenni, mert ebben van benne a többi zsenege. Na várjunk, ezt inkább így kijöntem az egészet, mert úgy látom, ez máshogy nem jön ki, főleg így egy kézzel. Na szóval ezek vannak hozzá. Ha megállítom, ezt nem tudom kivenni. Na, szóval ezeket adják hozzá, jár hozzá egy töltőfej. Hát ezen, ahogy elnézem, semmilyen felirat. Ja, de van. Hát most így nem tudom, hogy hány milliamperes, 0,25 amperes. Elnézem közelebbről. Na mindegy, nem látom most ezt, nem tudom. Itt van maga a kamera. Hát ezen van egy ilyen kis védőfólia. Itt alul van egy ilyen kicsavarható valami, szerintem ide kell a microSD kártya. Itt van egy Vox felirat. Itt van egy ilyen LAN kábel. Most nem tudom, hogy erre kapja az áramot is, vagy ez hogy működik, ez nem is értem, mert elvileg wifi-s is. Na mindegy, majd ezt elolvassuk. Van az egy ilyen toldó. Szerintem az, hogy ezt megtoldani, ezt a LAN kábel. Adtak a töltőfejhez egy ilyen USB adapter, de hát akkor nem ez a töltője? Vagyis akkor ez, de ezt hova kell dugni? Az alján itt nincs semmi. Na mindegy, van, ezt megnézzük. Adtak hozzá csavarokat is. Falra fel lehet tenni. Adtak hozzá egy ilyen matricát, vagy nem tudom mi ez, szerintem matrica. Hogy ez egy biztonsági kamera. És egy leírást. Na most gyorsan átnézem a leírást, és akkor választodok arra, hogy kell ezt a tápkábelét bekötni, jó? Na szóval megvan a válasz. Ide kell, csak nem vettem észre. Itt van a tápkábelnek a helye. A másik vezeték mellett. Ide pedig a LAN kábel. Szóval ide kell az egyiket. Akkor itt még megnéztem a leírásra, hogy itt van egy mikrofon. Meg egy fényvisszajelző. Most lehet, hogy fordítva mutattam, nem tudom. Ezt itt ki lehet csavarni, és akkor úgy lehet állítani ezzel. És akkor ide meg fel kell fúrni. Négy csavarral is fel lehet akár. Na jó, ennyi lett volna ez a kis unboxing videó, tetszenek a videóra, iratkozz fel a csatornám, semmilyen lájkot. Elvileg wifi-s is amúgy. Sziasztok!